Július 2-a 32 fok. Ezen a szedresi dinnyeföldön már folyik a sárga dinnye szüretelése. A tavalyihoz képest a dinnye szezon az idei évben heteket csúszott. A dinnyetermelők azt mondják, ez az áprilisi és májusi kiszámíthatatlan időjárásnak köszönhető. Azt mondják, idén sem lehet rekordtermésre számítani, a korai magyar, görög és sárga dinnyék pedig már elfogytak. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyáron megjelenő útszéli dinnyárusoknál ilyenkor még nagyon kevés az a dinnye, ami magyar, vagy pedig egyáltalán nincs. Nagyon sok helyen kiírják, hogy magyar dinnyét árulnak, holott ez nem igaz. Ez nem igaz. Lehet, hogy beszereztek ebből a pici-pici mennyiségből valamennyit, és már van, rendelkeznek számlával, tudják igazolni, hogy igen, vásároltunk ebből, de igazából még magyar dinnye. Bár a tavaszi időjárás nem kedvezett a termőterületeknek és a termésnek, a Nemzeti Agrárkamara Tolna megyei igazgatóságának elnöke stábunknak azt mondta, Tolna megyében nem csökkentek azok a földterületek, amin dinnyét termelnek. Tolna megyében görög dinnyéből 160 hektár körüli a vetés terület és sárga dinnyéből mintegy 50 hektárral rendelkezünk. A hamarosan induló dinnye szezonban mintegy 500 hektárnyi termőterületen nagyjából 20 ezer tonna magyar sárga dinnye betakarítása várható a napokban induló szedési időszakban. A 4800 hektáros görög dinnye termőterületről pedig 200 ezer tonna termést várnak a szakemberek.